Olvasmány Mózes első könyvéből. Az első ember és felesége, miután ettek a tiltott fa gyümölcséből, elrejtőztek a kert fái között, de az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá, hol vagy? Ő így válaszolt, hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. De az Úristen így szólt, ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért tettem. Erre az Úristen megkérdezte az asszonyt, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó rászedett, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz, mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a földporát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel. Ez az Isten igéje. Azt hiszem, kedves testvérek, hogy a most következő vasárnappal kapcsolatban azért kifejezetten nagy probléma halmaz nehezedik ránk. És akár csak az előttünk álló választásokra gondolunk, akár a mostani szentírási szövegekre, valahol az ügy eredőjét, azt Mózes első könyvében, a teremtésről szóló részletben valahol Isten és ember nagy kalandjának a hajnalán találjuk. Valami olyasmiről van szó benne, ami mióta ember él a Földön. És ezt kiválóan bizonyítja egyébként az olvasmányban hallható dialógus is azóta velünk jár. Ebben mi mesteriek vagyunk, egyszerűen tökélyre fejlesztettük. Maga az alaptörténet végtelenül egyszerű és kedves. Az Úr elkezdi keresgélni a teremtés koronáját. Hát hol vagy? Kérdezi, keresi mindenhol a paradicsom kertben, mire nagy nehezen előbukkan Ádám, és közli, hogy alapvetően ő elrejtezett, mert mezítelen. Hát az Úr azonnal szagot fog, hogy aha, hát ez eddig nem zavart. Tehát honnan szedtél te bármilyen olyan infót, ami megzavarta a te természetességedet, és elkezdted szégyelni magad? Csak nem ettél a fáról, amelyet megtiltottam. És egy bámulatos probléma megoldási manőver indul. Hát, az tagadhatatlan. Nyilván, hogy ettem a fáról, de nem én vagyok a hibás. Persze, én ettem meg, én nyeltem le, én kerültem a tiltott tudás birtokába, de nem én vagyok a hibás. Az asszony. Mindenről Éva tehet. Ha Éva nem adja nekem azt az almát, én biztosan nem eszem. Hát, az Úr gondol egy merészet, csípőre teszi a két kezét, és előkeríti az asszonyt, kicsit falhoz állítja, hogy te Éva, most ez hogy is történt? Hát miért adtál ennek a nyomorultnak arról a fáról? Nem én voltam! Hát ugyan már, hát hogy is történhetett volna ez? A kígyó. A kígyó tehet mindenről. És alapvetően én azt hiszem, hogy amióta ember él a Földön, de a saját nyúlfarknyi kis véglény életünkbe is belegondolva, milyen gyakran, és milyen mesterien hárítjuk át a felelősséget, nem vállaljuk a tetteinkért azt, nyilván a következményeket sem szeretjük viselni, de a felelősséget sem vállaljuk a saját tetteinkért, vérprofin hárítjuk azt át, valaki mindig a hibás, csak én nem. Én biztos nem tehetek róla. Nekem semmi közöm hozzá. Én a körülmények áldozata vagyok. És gyakorlatilag már az első ember szájából, már ott a paradicsom kertben, hallottuk ezt a manapság annyira divatos megfogalmazást, hogy én semmiről sem tehetek.
Én csupán a körülmények áldozata vagyok. Márpedig valahol az egész sztorinak éppen a felelősség a kulcsa. Valahol az Isten és ember nagy kalandjának pontosan ez a felelősség tudat lenne az eredője, hiszen a szabad akarat ajándékát azért kaptuk, hogy mi magunk dönthessünk, de nyilván ezeknek a döntéseknek jól vagy rosszul, így vagy úgy, de megalapozottnak kell lenniük, és természetes, hogy a következményeket akkor tudjuk elhordozni, akkor tudjuk elviselni, ha eleve a döntéseinkért felelősséget vállalunk. Az Isten nem áldozatokat teremtett. Az Isten nem azért alkotott bennünket, hogy sodródjunk az életkörülményeinkkel. Az Isten nem azért ajándékozott nekünk szabad akaratot, hogy abban a pillanatban, ahogy ennek az akaratnak a cselekedeteit és következményeit számunk kérik rajtunk, azonnal el is vitassuk. Hiszen ha azt mondom, hogy én csupán a körülmények áldozata vagyok, gyakorlatilag magamtól adok fel mindent, amiért egyébként ember, ember ellen. Ó, nem az Isten ellen, nem az égi hatalmak ellen, nem a transzcendens létezők ellen. Ember, ember ellen harcol már régóta. Hát a saját szabadságomat kérdőjelezem meg. Márpedig az Isten erre a tökéletes, erre a nagyobb szabadságra hívott és teremtett mindnyájunkat. Nem csoda, hogy Pál olyan döbbenetes önérzetességgel állítja. Hittem, azért beszéltem. Nem azért, mert a körülmények úgy diktálták. Nem azért, mert az érdekeim ezt kívánták. Nem azért, mert így volt kényelmesebb, hanem megalapozott, tudatos, akaratlagos cselekvés áll mögötte. Döntés. És alapvetően erre hív minket az Isten. Tulajdonképpen, ha a dolgok eredőjét keressük, minden olyan egyszerű. Minden fekete vagy fehér. Igen vagy nem. Az árnyalatokat, azokat alapvetően már csak mi visszük bele, és prolongáljuk ezzel. Hárítjuk a saját felelősségünket mindenre körülöttünk, csak ne nekünk kelljen azt elhurcolni. Én azt hiszem, hogy valahol éppen az évközi idő 10. vasárnapjának ez az olvasmánya pontosan arra hív minket, hogy talán itt lenne az ideje, ha már annyit harcolunk a gerincünkért, a tartásunkért, hát akkor egyenes emberré is válni ezzel együtt.